Kicsit nehéz a felkelés, de akit érdekelte az előadásomnak, látom, hogy valamennyire sikerült. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a vendégeinket. Szeretném mindenkelőtt leszögezni, nem én vagyok Máté András Levente. Őt sajnos nem tudjuk itt köszönteni, mert nem jött el. Úgyhogy az RMDSZ-es parlamenti képviselő nélkül fog ez a beszélgetés lezajlani, és hát sajnos nem tudjuk megkérdezni tőle. Elég sok mindent szerettem volna megkérdezni, hogy telt az elmúlt 20 év. A téma az, hogy magyar nyelvhasználat Erdélyben. Miért beszélgetünk erről 2010-ben, mikor ha egyszer lehet az RMDSZ kormányon van. Hát sajnos nem tudjuk ezeket a kérdéseket feltenni, de hát akkor próbáljuk megnézni, hogy milyen állapotban, milyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban, egyáltalán miért kell erről beszélni. És sorrendben köszönteném a vendégeinket, balról az asztal szélétől Rassai Attila professzor úr, Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemről, mellettem Randman Gábor ül az Európai Magyar Emberjogi Alapítvány részéről, és jobbra pedig Kovács Lehel, régi vendégünk, aki most éppen a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetemen tanít, minek utána a Bolyai Egyetemről, a Bábes-Bolyai Egyetemről Hans Péterrel együtt, hát úgymond kirúgták éppen nyelvhasználat ügyében. Én amikor még egyetemista voltam, akkor együtt szereltük fel azokat a táblákat Hans Péterrel, amik miatt őket úgymond lapátra tették, hát Hans Pétert nagyon jól megbecsülik Angliában, vagy nem Angliában van most már, Németországban, lehet is, de hát úgy látszik, hogy a jó szakemberekre, jó tanárokra nincsen szükség, csak akkor, hogyha csendben vannak. Szerintem fussunk is egy kört így a bemutatás sorrendjében, elnézést kérek a hangom hiánya miatt balról, hogy vázoljunk fel egy helyzetet. Nézzük meg, hogy amint említettem, miért kell erről beszélnünk 2010-ben, hogyan állunk jelen pillanatban. Brassai úr, a Vásárhelyi Egyetemről biztos, hogy sok szépet tud nekünk mesélni. Meg is kérném, hogy néhány percben vázolja fel a helyzetet. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Na most, ami a kérdésemet illeti. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az úgymond a hivatalos propaganda szerint egy kétnyelvű egyetem. Mert van magyar tagozat is. Hát a magyar tagozat az nem létezik, de van a úgynevezett második széria, illetőleg az általános orvosi harmadik és negyedik széria, ahol az előadások nyelve az a magyar, tovább a vizsga nyelve is az. Azonban a gyakorlatok, amik az oktatási idő többségét jelentik, azok szigorúan román nyelven zajlanak, és ezben mi többször próbálkoztunk ezen változtatni, de erre az egyetem vezetése semmilyen esélyt nem ad, tehát ettől nagyon mereven elzárkoznak. Ráadásul a magyar közösségben is kialakult egy olyan álláspont, hogy végül, hogy a közvetlen az orvosi egyetem után van egy országos rezidensi vizsga, amit természetesen Bukarestben kellett tenni román nyelven, és annak alapján dől el, hogy ki lesz sebész, belgyógyász, stb. És mivel ez közvetlen az államvizsga után következik, ezért úgymond hasznosabb a gyakorlatokat román nyelven tartani, hogy a hallgatók elsajátítsák a rezidensi vizsgára felkészülés kapcsán a román szakterminológiát. Most én nem teljesen értek ezzel egyet, én úgy gondolom, hogy a magyar hallgatókat meg kellene kérdezni. Lehetséges, hogy vannak közöttük olyanok, akik a gyakorlatok román nyelven való mondjuk tartását részesítenék előnybe, ezeknek természetesen a magyar tanársegéd tarthatná, akik mind jól beszélnek románul, a gyakorlatot román nyelven is. Nekem azonban az a gyanúm, hogy a többség a magyar nyelvet választaná, úgy, ahogy én megszondáztam a saját diákjaimat, körülbelül jó kétharmad, minden rezidensi vizsga, stb. Ellenére is a magyar gyakorlati nyelvet favorizálná. Na most azért
pohárnak van egy másik fele is, ami már nem annyira, hogy azért egy kicsit javult a nyelvhasználat az utóbbi időben, nem is a nyelvhasználat, hanem a feliratok, lehet, hogy a BKB kezdeményezésére a kolozsvári mondjuk cirkusz után, de ugyanakkor a helyi magyar vezetők mondjuk szorgalmas apró munkájának is köszönhetően megjelentek most már teljes, tehát minden ott, ahol a román nyelvű felirat van, ott kisebb betűkkel, de megvan magyarul és angolul is a megfelelő információ, tehát nálunk nem szükséges kitenni most már semmilyen táblát, ki van az téve az egyetem vezetés által, kivéve a nagy homlokzati feliratot, amely továbbra is egyetlen egy nyelven van, ami a legnagyobb felirata az egyetem homlokzatán. Na most, ami a gyakorlati, nem tudom, mennyit beszélhetek. 10-15 percet. Hát annyit nem fogok, ez a jó hírem van. De annyit még elmondanék, hogy viszont nagyon nehézkes a nyelv, hát egyszer nyilván ennek hatására, hogy ugye teszem azt a tanszéki gyűléseket, azokat mindig román nyelven kell tartani, a szenátusi gyűlések minden román nyelven zajlik, és ami talán a diákokat leginkább érinti a gyakorlatban, hogy a nagyon fontos dékáni hivatalokban a titkárnők az esetek nagy többségében nem tudnak vagy nem akarnak magyarul beszélni, tehát miközben az angol tagozatnak van saját titkárnője, tehát aki természetszerűen angolul szólal meg, a magyar tagozatnak nincs ilyen, ezért előfordult olyan is, hogy én véletlenül bent tartózkodtam a dékán hivatalban, és akkor a magyarországi fizetős hallgató, aki a fogorvosi karnak a hallgatója volt, annak fordítottam, aki próbált a fogorvosi kar teljesen román, csak román nyelvet ismerő titkárnőjével értekezni. Ami egy nonsense, mert hogyha elvesszük a pénzt a magyarországi fogorvos hallgatótól, és ugyanakkor magyar nyelven hallgathatja az eladásokat, tehát kvázi erre hívjuk őt, akkor elvárható, hogy az adminisztrációt és pedig a külföldi hallgatóknak elég sok adminisztratív lépést kell tenniük az oktatás során, ugye mindenki tudja, aki járt egyetemre, hogy mennyi dolga van egy diáknak a dékán hivatalban, hát ez mindig nagy nehézségben ütközik, és itt nem történt semmi előrelépés. Talán nem is, az én véleményem szerint nem is tudatosan, hanem egyszerűen azért, mert ugye természetesen a titkárnő is a régi balkáni módszer alapján, tehát valakinek valakie alapon van felvéve, és ezért véletlenszerűen tudhat magyarul, de ez nem egy szempont a felvételénél. Tehát úgyhogy ilyen szempontból még teszem azt a diákok számára, a dékáni hivatal, a titkárságú különböző adminisztratív részlegek, ott gyakorlatilag a magyar nyelvhasználat, úgymond káderosztály, tehát a személyzeti osztály, könyvelőség, ilyesmi, itt a magyar nyelvhasználat gyakorlatilag zéróval egyenlő. Hát körülbelül ez lenne a Marosvásári Orvosi Gyógyszerész Egyetemen az általam felvázolt helyzet. És ezzel visszaadnám a szót, nem tudom, hogy elég kimerítő volt a válasz. Köszönjük szépen, hát szerintem kimerítő volt olyan értelemben, hogy kaphattunk egy keresztmetszetet arról, hogy Erdélyben mi a helyzet nyelvhasználat terén. És miután megnéztünk egy ilyen látleletnek, vagy minek nevezzük helyzetet, akkor úgy értettem, hogy Randmanul egy európai kitekintést fog szolgáltatni nekünk, hogy ne csak azt lássuk, hogy mi van egyes helyeken, hanem hogy mi lehetne és mi van máshol. Erre kérném fel akkor őt. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, Landman Gábor vagyok, 35 éves vagyok, nős vagyok, van egy gyerekem, Hollandiában születtem és Hollandiában nőttem fel, egyébként üzemgazdász vagyok, a Magyar Emberjogi Alapítványnak a pénztárosa vagyok, az alapítványunknak a weboldala ki van téve ott a bejáratnál, van egy honlapunk, ami minden információt meg lehet nézni. És ahogy Hollandiában élek, Hollandiában is van egy kisebbség, és ez a fríz kisebbség, a fríz nyelv. Hollandiának a lakosságának alig 3%-a beszéli ezt a nyelvet. És 1946-ban a holland hatóságok még megalázó, primitív, gyarmatosító módon fríz parasztokat büntettek meg, mert fríz nyelven írták ki azt, hogy tej a teljes kannákra. Azóta Frízországban a város, az utca, a folyóneveket csak frízül lehet használni, a fríz nyelv oktatása kötelező,
a bíróságokon és a rendőrségen kivétel nélkül mindenki tud frízül, és ezen kívül a városok és a polgármesterek hivatalok között a kommunikációnak fríznyelven kell zajlania. És mi ezt a tanulmányt összefoglaltuk, le lehet tölteni a weboldalunkról, hogy el is lehet vinni, és ez egy borzasztóan pozitív példa arra, hogy mi lehetne itt Erdélyben. Egyébként sok más példa is van Nyugat-Európában, ott van a francia nyelvű kisebbség Belgiumban, a német nyelvű kisebbség Belgiumban, ott vannak a svédek Finnországban, ott vannak az orosz, német nyelvű Olaszországban, és így tovább. És ott ilyen jogfosztásokat abszolút nem, ilyen jogfosztásokkal nem lehet találkozni. Mi egyébként Felvidéken voltunk, és ott az embereknek ilyen szórólapokat osztottunk, ami rajta van, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. És a osztogatás és a beszélgetés során észrevettem azt, hogy nagyon sok ember nincs tisztában azzal, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. És az igazság, hogy itt Romániában példátlan jó jogi háttér van. A magyar hivatalos nyelv, ott a 20%-nak, a lakosságnak 20%-a magyar volt. Magyar nyelvet mindenféle, nagyon sok helyzetben hivatalos nyelvként lehet használni. Csak a legnagyobb baj az, hogy az emberek nem élnek ezzel a lehetőséggel, vagy nem tesznek semmit a jogfosztás ellen. Itt például Tordaszentlászon, ahol most házat építkezünk, ott van egy szintiszta magyar falu, a 4000 lakosból azt hiszem, hogy 3970 magyar, ott a rendőrségen. Egy szóval sincs kiírva az, hogy rendőrség. Egy magyar betűt sem lehet találni a rendőrségen, holott a 2001-es közigazgatási törvény erre kötelezi a rendőrséget. És én panaszt nyújtottam be a rendőrségnek, és jogi úton akarom folytatni a dolgokat, hogyha nem érják ki magyarul az, hogy rendőrség. És én csak azon csodálkozom, hogy hogy van az, hogy a 4000 lakos között és a polgármester között senki nincs, aki az ilyen jogfosztások ellen felszólal. Vagy ott van az, hogy például a faluban vannak idős emberek, akik rosszul tudnak románul, és elmennek a kórházba, és ott olyan ápolónők vannak, akik nem beszélnek magyarul. Ez egy borzasztó nagy jogfosztás. Ez az európai nyelvi kártában nagyon egyértelműen meg van fogalmazva, hogy ilyenek nem lehetnek. És szerintem az lenne a lehetőség, hogyha az embereket egy kicsit jobban lehetne oktatni arról, hogy milyen nyelvi jogokkal rendelkeznek. Van Erdélyben egyébként a nyelvi jogi portál, a nyelvi jogok kontroll, ott le lehet tölteni a releváns törvényeket. És hogyha több civil szervezet foglalkozna ezzel. Tehát a lehetőségek megvannak, és a pozitív példák is megvannak, csak élni kell a lehetőségekkel. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor nagyon keveset érnek ezek a nyelvi jogok. Köszönjük szépen, éppen erről beszélgettünk Gáborral a beszélgetés előtt, hogy mondottam én is, hogy rengeteg olyan jog van, amivel sajnálatos módon nem érünk, és én rendkívül örülök, hogy ők összeszedték egy ilyen szórólap szintjén ezeket, és jó lenne ezt tényleg minél több emberhez eljuttatni, hiszen előhoztuk Böjte Csabának, ő tart előadást. Ezt követően volt 2 vagy 3 évvel ezelőtt itt az EMI-táborban egy hasonlata. Azt mondotta, hogy ha egy bólha egy borkánban van, befőttes üvegben, ugye? Miután a borkánt elvesszük, a bólha nem fog nagyobbat ugrani, mert megszokta, hogy mindig csak ott ugrálhat. És ez eléggé tetten érhető a hozzáállásban és megnyilvánulásokban is, de talán, hogyha az emberek tényleg értesülnének arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, akkor úgy gondolom, hogy hát valószínűleg nem fognak úgy kiállni érte, ahogy kell, de legalább egyéni szinten a hajlandóság meg lenne az, hogy jó lenne, hogyha ez is megadatna. Hát is adnám Kovács Lehelnek a szót. Az előbb kérdeztem, miről fog beszélni, akkor még nem tudta, úgyhogy nem tudom felvezetni másképp, de gondolom, hogy azóta megfogalmazódott valami. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát természetesen a magyar nyelvhasználatról fogok beszélni, és azzal indítanám, hogy Beder Tibornak egy igen kedves kis cikke jelent meg a múlt csütörtökön a Brassói Lapokba. A cikk keretei között ő azzal a gondolattal játszadozik el, hogy mi lenne, ha egyénileg mindenki megfogadná azt, hogy például egy nap csak magyarul beszél. Akárhova megy, akármilyen üzletbe, akármilyen hivatalba, akárhova,
csak magyarul szólal meg, nem használja egyáltalán egy nap erejéig a román nyelvet. És mi lenne akkor, hogyha például ezt az egy napot úgy tervezni meg valaki, hogy egy egész város, például Marosvásárhely, csak magyarul beszélne, tehát minden magyar, aki Marosvásárhelyen lakik, egy adott napon csak magyarul beszélne. A blokk szomszédjaival, az üzletben, a polgármesteri hivatalban, a tanácsnál, bárhol van, csak magyarul szólalna meg. És eljátszadozik ezzel a gondolattal, és oda jut, hogy egy idő után természetesen, ha évente egy nappal kezdenénk, akkor a következő évben már lehetne folytatni, hogy évente két vagy három napot beszélünk csak magyarul, és 10-20 év múlva már oda jutunk, hogy a románok is kezdik ezt megszokni, ők is megtanulják a magyar nyelvet, mert tudják azt, hogy a szomszéddal azokon a napokon nem tudnak másképp kommunikálni csak magyarul, és lehet, hogy 50 év múlva Erdélyben teljesen megváltozik a kép, a magyarok beszélnének románul, de a románok is viszonylag jól beszélnének már magyarul, így kölcsönösen sokkal jobban megértenék egymást, és talán a problémákra így könnyebben lehetne megoldásokat is találni. A cikk végén pedig ironikusan megjegyzi Bede Tibor, hogy igen, csak ennek van egy nagy akadálya is, és három ponttal fejezi be ezt a cikket. Most tovább gondolva egyszerűen válaszolhatunk erre a folytatásra, hogy ennek a nagy akadálya, ha jól körülnézünk, akkor nem más, mint pont az RMDS. Én is sajnálom, hogy nem jött el az RMDS képviselője, tudva azt pontosan, hogy tegnap előtt Hans Péterék Genfbe az ENSZ rasszizmus és diszkrimináció ellenes bizottságának a közgyűlésén szólaltak fel. Ott terjesztettek elő egy jelentés tervezetet a romániai állapotokra vonatkozóan. Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács és a Bolyai Kezdeményező Bizottság közös kidolgozásában. Ebben a jelentésben a magyar nyelv használata elég nagy súlyt kapott, a Bolyai Egyetem és az oktatás terén különösen, de a moldvai csángók nyelvhasználata is ide tartozik, vagy az Erdély Magyar Nemzeti Tanács az egész jelentés tervezetet a különböző háromszintű autonómia modellre érezte ki, Székelyföldnek területi autonómia, Szorvány magyarság, a kulturális autonómia és a személyi elvű autonómia megnyilvánulása egész Erdély területén. Nos, hát ennek a jelentés tervezetnek a bemutatása után pont az RMDS két képviselője, Markó Attila és Asztalos Saba, mind a ketten államtitkári tisztséget viselnek, Markó Attila az etnikum közötti kapcsolatok osztályának a fővezetője, Asztalos Saba pedig a diszkrimináció ellenes tanácsnak az elnöke jelen pillanatban. Hát ők voltak ketten, akik a románokat leszámítva persze, a legvehemensebben tiltakoztak ennek a jelentésnek a bemutatása ellen, és az ellen, hogy Hans Péterék felmertek szólalni az ENSZ küldött gyűlése előtt, és Romániában szerintük minden példaértékűen megvan oldva, és nincs diszkrimináció, és mindenki ott használhatja a magyar nyelvet, ahol akarja. Tehát ilyen hozzáállás mellett nem várhatjuk el azt, hogy tervszerűen például az RMDS megtervezi azt, hogy Erdély területén március 15-én például minden magyar csak magyarul beszéljen minden egyes településen, és nem szólal meg más nyelven. Tehát világos az, hogy a kormányban való szereplést az RMDS csak úgy értelmezi, hogy Románia imázsát kell a nagyvilágban megvédeni, és ennek az ára az, hogy ők állandóan kormányon maradjanak.
tehát nemzetközi fórumok előtt nem kívánnak ebben a témában szót emelni. Hát első körben ennyit, majd folytatjuk. Köszönjük szépen, szerintem adja magát, úgymond kicsit vulgárisan fogalmazva a kérdés, hogy fussunk egy ilyen kört is, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy változzon a helyzet. Én amikor Kolozsváron voltam, az előbb tettem egy utalást arra, hogy Hans Péterrel táblát szereltünk. Én akkor eléggé közelről láttam azt, hogy a úgynevezett bábás bújain hogyan zajlott ez a hát nem csak a nyelvért való harc, de ez is része volt, és rendkívül kiábrándító volt, hogy a magyar oktatók többsége talán a közönyös szó a legenyhébb, az áruló a keményebb, de azt láttam, hogy nem álltak oda igazán azok mellé, az oktatók mellé, az egyik éppen Kovács Sáher, akik küzdöttek ezekért a jogainkért, vagy jussunkért, vagy többféleképpen lehet elmondani, és sajnos én elkerültem most már Kolozsvárról, de úgy látom, hogy mióta őket eltávolították az egyetemről, azóta így nem is, tehát meg is halt az egész kezdeményezés. A magyar oktatók jól le vannak a fizetésükkel, tudják jól, hogyha csendben vannak, akkor nem lesz semmi gond. Nem tudom, még azt sem tudom már, hogy rektor helyettese még van, úgynevezett magyar rektor helyettes, aki talán ahogy az RMDS kormányon van, nagyjából ugyanez az szerint a modell minta szerint működik. Nem tudom, hogy milyen helyzet a Vásárhelyi Egyetemen. És mit lehetne tenni? És van-e kivel? Hát ezzel kapcsolatban én sajnos pessimista vagyok, mert a Vásárhelyi Egyetemen is ugye gazdasági mondjuk módszerekkel szorítják az oktatókat. Tehát ugye aki nem áll be a sorba, az számíthat arra, hogy semmilyen fizetésemelést nem kap, prémiumot nem kap, fizetéscsökkentést, tehát biztos, esetleg ki is ukhatják, bár azért ilyen radikális megoldásokat nálunk nem szoktak alkalmazni, de arra viszont szinte egyértelmű, hogy számára az előléptetés, ami mégis egy egyetemi karriernek a természetes hozadéka kellene legyen, ha az ember bizonyos tudományos és egyéb kritériumoknak megfelel. Ezekben ők mindig találnak valamilyen, azoknál, akik esetleg ellenzéki hangot ütnek meg, amiről ők egyébként igen pontosan tudnak, ezt mindig beszokták hívni a legközelebbi munkatársak, és neki elmondják, mert tudják, hogy ő majd visszamondja nekem, akkor azt nagyon alaposan megnézik, és amikor ilyen-olyan kérése van, akkor ugye azt negatív, természetesen másokok miatt formai okokra hivatkozva mindig negatívan bírálják el. Tehát ezért gyakorlatilag az oktatók egy fajta, talán a megfélemlítés egy kicsit túlzó kifejezés, de egy olyasszerű nyomás alatt élnek, ami mint Damoklész kardja függ a fejük felett, és ezért nagyon nehéz lesz őket radikális lépésekre késztetni. Nemrég történt egy próbálkozás, ahol nálunk az egyetemi szinten vannak a magyar nyelvű adások, az úgynevezett college, tehát a 3 éves oktatásban, ahol elég sok fakultás létezik, tudom, 3 fakultás, de elég sok szekcióval, és profillal, ezekben szigorúan csak román nyelvű oktatás zajlik, úgymond azért, mert kis számú a hallgatóság, és nincs az egyetemnek anyagi kerete egy 20-as vagy 30-as évfolyamot ketté vágni, és ezért nyilván csak román, akkor is, ha például most néztem a listát, a sporttanárnak 16-ot vettek fel, ebből 11 egyértelműen magyar név volt, de itt ugye szóba se jön a magyar nyelvű oktatás, mert hát 16-nak nem lehet két külön előadást biztosítani, mert az egyetemnek nincs az előadó tanárok számára megfelelő anyagi kerete. Na most, ők erre hivatkoznak legalábbis. De például volt egy olyan eset is, amikor a gyógyszerész technikusi hallgatók, amely egy 3 éves fakultás, beadtak egy kérvényt, noha 22 magyarból csak 13 merte aláírni, hogy legyen magyar nyelvű oktatás. Ezt azt mondták, hogy túl későn adták be, ezért nem lehet majd jövőre, de jövőre már nem merte senki beadni, amikor is a kérvénybeadót kirúgták, természetesen szakmai okok miatt, tehát az illető nem tudott megfelelően a vizsgán, és ezért távozhatott az egyetemről. Ezek után a következő évben már senki sem gyűjtötte össze az aláírásokat, és így a
dolog ugye Hanvába volt. Tehát pedig ezeken a három éves oktatási formákban is, ahogy én nézem, a hallgatók többsége a magyar nyelv. Tehát az orvosin, a fogorvosin és a gyógyszerészeten ugye az 5-6 éves oktatási formákban ott vannak a magyar nyelv eladások, de mondom ott is. Na most különböző apróbb módszerekkel lehet valamit javítani, el lehet mondani a magyar hallgatóknak esetleg külön a magyar szakterminológiát, én próbálkozom ott valamit, de ilyen hátsó balkáni inspirációval, ilyen másokra hivatkozva valamit kell szétválasztani, de ezek nem, úgymond nem legális és nem tiszta, jogszerű kereklépések, amelyek úgy gondolom, hogy a nyelvhasználat területén minket megilletnének. Na most ami a jogok, ami a lehetőséget illeti, egy kicsit szélesebb körben, mert eddig csak az orvosi egyetemről beszéltem, én nekem két javaslatom talán lenne. Az egyik az ránk vonatkozik, amikor én visszanéztem és önkritikusan megállapítom, amikor egy órát állok sorba, hogy kifizethessem az adómat, és akkor végre odaérek egy légkondicionálás nélküli helyiségben, akkor ha a tisztviselő románul szól hozzám, ha én azt mondom, hogy most akkor én kérnék egy magyar nyelvű, mert erre jogom van a 20%-os törvény alapján Marosvásárhelyen, akkor a függetlenül attól, hogy esetleg azt a választ kapom, hogy szabadságom van, nincs bent, most nem tudják adni, ez erre jó esély van. De hogyha véletlenül konstruktívan is állnak hozzá, tehát kvázi ott hagyja a tisztviselő és elmegy keresni egy magyar nyelven is tudót, engem közben meglincselnek a mögöttem állók, tehát inkluzív a magyarok is. Tehát azzal, hogy mit hülyéskedek, amikor itt egy órás sor van, hogy most akkor elment az eszem. Tehát ez sajnos az életben így működik, ez az életszerű, az életízű, hogy az ember nem kér, és én sem kérek sajnos, mert minél hamarabb végezni szeretnék abban a hivatalban, mivel a román nyelvet ismerem, ezzel időt nyerek. Tehát nincs az a lehetőség, hogy ki legyen írva, teszem azt a hivatalba, hogy ennél az ablaknál magyarul is beszélünk. Tehát hanem véletlenszerűen a tisztviselő tudhat magyarul, vagy ha nem, akkor nekem jogom van kérni egy másik tisztviselőt, ami vagy kapok, vagy nem, de az is legalább 5 perc, ami gyakorlatban nem teszi ezt a törvényt igazán alkalmazhatóvá. Tehát először magunk, hogyha, ahogy Lehel javasolta, egy nap megpróbálnánk csak magyarul beszélni, és aznap, ha bemegyünk valamilyen hivatalban, akkor kötjük az ebet a karóhoz, miszerint kérünk szépen a helyhatósági törvény 20%-os cikke alapján magyar tisztviselő. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha az RMDS talán tudna nyitni, vagy bárki más, egy jogvédő irodát, ami ezeket az ügyeket felvállalna. Ugyanis én úgy tudom, hogy a perrendtartásnak egy alap, én nem vagyok jogász, tehát lehet, hogy hülyeséget mondom. De általában a vesztes félnek szokták megítélni a perköltséget. Na most ennek alapján az iroda önfenntartó lehetne kvázi, mert a munkáját maga a román állam honorálná, illetőleg az iroda fenntartható lenne a perköltség anyagi hozadékából, vagy annak egy részéből esetleg, tehát nem kerülne olyan sokba, mert erre mondtam, nyilván az lenne az elvetés, hogy egy ilyen iroda fenntartása nagyon sokba kerül, mert rengeteg ügyet kell felvállalni. De én úgy gondolom, hogy ezek az ügyek részben meghoznák a saját költségüket, tehát mégsem kerülne annyiba, mint amennyi, ami első pillanatban talán tűnne sokak számára. És abban az esetben, hogyha napirenden lennének az ilyen perek, akkor talán a hatóság is elkezdene gondolkozni azon, hogy egyszerűbb a dolgokat másként megoldani, mint sem zsinórban veszíteni a bíróságon, és inkább a gyakorlatba ültetni a 20%-os törvényt, ami egyébként talán Landman Gábor ezt jobban érti, azért úgy jó, szép, de függetlenül, a 20%-ot nyilván Kolozsvár miatt hozták, tehát azért volt ez 20 és nem 19, hogy Kolozsvárra ne kellesse semmit tenni. Tehát a Erdély tradíciós fővárosában amellett talán jobb lett volna a 10%, és emellett jobb lett volna az abszolút szám a legtöbb nyugati országban, például Finnországban a svédeknek nem csak az szerint van joguk Helsinkiben, nem azért vannak két nyelvű feliratok, mert elérik a 10%-ot a svédek a városban, hanem azért, mert ha 2000-es abszolút számot elérik, akkor kötelező, független attól, hogy hány százalékot jelentenek. Míg nálunk a mi törvényünkben ilyen nem szerepel, tehát az abszolút számokról szó sincs. Ez például azt jelenteni, hogy Bukarestben is két nyelvű feliratok kellene legyenek, mert ott több tízezer, talán 10 000 feletti magyar él.
de mindenképpen 2000-nél több, tehát ami ott a, például a finnországi svédek esetében a határt jelenti, függetlenül, hogy hány százalék a lakosságnak abszolút számban egy bizonyos numeruszt képvisel. Körülbelül ez lenne, amit szerettem volna mondani. Engedélyével én egy picit még azért visszaadnám a szót, hogy konkrétan megkérdezve, hogy mit lehetne tenni a Vásári Egyetemen a helyzet normalizálása érdekében is, és van-e kivel, van-e valami kezdeményezés, néze ki valami egyáltalán, vagy van a szép nagy posvány, mint a Bolyain most? Egy picivel jobb, de szerintem szép nagy posvány van, mint a Bolyain. Mondom, az egyetlen konkrét erőrelépés a feliratok tekintetében volt, illetőleg most megjelent a pozitív numerus clausus az egyetemi felvételiken, eddig is volt numerus clausus, csak éppen ellenkező irányban, tehát a magyar diákok nehezebben jutottak be, nagyobb médiánkkal estek ki, mint a román társaik. Most ez változott, ez azért jó, mert eddig nagyon sok hallgató volt magyar nyelven a román tagozaton, most hogyha be fog lehetni, könnyebb lesz bejutni a magyar tagozatra, nem tudjuk, hogy ez folytatódik ez a trend, ebben az évben egyértelműen ez volt, a három fakultás közül kettőben egyértelműen könnyebb volt a magyar tagozatra bejutni, a harmadikon ott egyenlő volt az utolsó bejutási média, akkor talán, tehát ilyen esetben történhet előrelépés, és az egyetem vezetői próbálnak ilyen-olyan apró munkával, apró dolgokat kiárni, egy-egy magyar oktató előreléptetését, és egy-egy ezt-azt, esetleg egy plusz magyar kurzus beiktatását, de ezek, amik általában nem sikerülnek, de néha igen, tehát, de a posványból igazán szerintem egy törvényes kerettel lehetne, ami létrehozná a teljesen önálló magyar tagozatot az egyetemen belül. Önálló prorektori hivatal, rektorhelyettesi hivatallal, és önálló dékán hivatalokkal, és önálló magyar vezetőkkel, akiket nem az egyetem, mert most is úgy van, hogy akiket a magyar közösség választ. Ettől függetlenül nem lennék túl optimista, mert hogy az előbb említettem, az előítés nagy mértékben akadályozza az anyagi kötöttség, tehát az, hogy aki nem játszik velük a csapatban, az nagyon sok apró kellemetlenségre számíthat. Nem kirúgásra mondom ezt, nálunk ilyen nem történt, pedig voltak, akik szintén próbálkoztak igen határozottan Hajtai Kincses Mária például képviselni az ügyeket, és őt sem rúgták ki, de eléggé lehetetlené tették a helyzetét az egyetemen belül. Tehát amikor ugye egy egyetemi oktató tudja, hogy a tanszéket fejleszteni kell, ellátni gépekkel, ehhez ugye kérvényeket kell benyújtani az egyetem vezetéséhez, nem beszélve arról, hogy ugye a pályázatok, projektek, ezekben mind elbuknak azok, akik túlságosan hangosan kiabálnak, és pedig rendszeresen elbuknak. Természetesen mások miatt, nem a szó sincs arról, hogy magyarkodna az illető, itt egészen véletlenszerűen nem teljesíti a kritériumokat, amik szükségesek. Tehát ilyen fortélyos rendszer igazgat, ami miatt én szkeptikus vagyok, hogyha az RMDS, tehát a kormányzati szinten nem hoznak ki egy törvényt, ami viszont nem lenne olyan nagyon-nagyon nehéz szerintem, mert ez mégis a Vásárhelyi Orvosi Egyetem, nekem a szívem csücske, de a helyzet az, hogy mégis nem egy fontos frontvonal, akkor talán lehetne megfelelő törvény, mert a jelenlegi úgynevezett egyetemi autonómia az lehetőséget ad a többségnek mindig a leszavazására a konstruktív javaslatoknak, tehát az egész szenátusban gyakorlatilag semmit sem lehet átvinni. Mondom, ilyen balkáni kijárásos politikával apró eredményeket el lehet érni, ezek talán vannak is, de messze állnak attól, amit én, vagy legalább mi szeretnék. Köszönöm szépen. Landmann Gábor kérném akkor meg, hogy Hollandiában született magyar emberként mondja meg, próbálja megfogalmazni, hogy ő hogyan látja, mit lehetne itt. Egyértelműen teljesen más a helyzet Nyugat-Európában, de nem is lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ez a különbözőség részben abból is adódik, hogy Erdély birtoklásának a kérdése igazából nincsen lezárva, és hát a románok tudják ezt a legjobban, különben nem lennének ennyire agresszívak. Tehát amíg az elrománosítás a cél, a megerősödés, úgymond a cél, addig normális, hogy nem lehet úgy nézni a kérdést, mint olyan országokban, ahol
úgymond ezek a kérdések rendezve vannak, és másképp adnak jogokat, persze, hogyha ez a kérdés le lenne zárva ennek figyelembevételével, de biztos, hogy azért néhány szempontot meg lehet világítani. Igen, hát elsősorban, ami a hivatalnokat illeti, nekem ezzel sosem volt problémám, mindenhol magyarul beszélnek, és hogyha nem beszélnek magyarul, és elkezdek angolul beszélni, akkor általában mindig van valaki, aki tud magyarul beszélni, még azokon a helyeken is, ahol nincs 20%. Amit éppen említett, azokon a helyeken, ahol mondjuk 20% magyar lakosság van, és az emberek nem szólnak fel, sőt, még egy panaszt sem nyújtanak azért, mert nem szolgálják ki magyarul őket, ott egy úgymondván egy bizonyos legitimációt adnak azoknak a hivatalnokoknak, akik nem tartják be a közigazgatási törvényeket. Tehát ez szerintem egy óriási probléma, és szerintem egy jó kezdet lenne, hogyha mindenki elvinne 10 ilyen szórólapot, odaadna az ismerőseinek, és ott, ahol nervjogok sértések fognak elő, ott legalább egy írásos panaszt lehetne betenni. Akkor a hivataloknál legalább kaptak panaszokat, és azokat beiktatják, és akkor van egy ilyen jelentésük, hogy mit tudom, egy évben 20 vagy 30 panaszt kaptak. Addig, amíg az emberek még ezt sem teszik, úgy nagyon nehéz, nem lehet elvárni a vezetőktől, vagy más emberektől, hogy azonnal fellépjenek. Egy másik pont, egyébként Kolozsváron 1900 az alapszerződés után a hivatalos statisztikák szerint még a lakossági arány 21%-a magyar volt. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy Kolozsváron is magyar nyelven lehet ügyeket intézni. Igen, de az alapszerződéskor oda 21% volt. És nem lehet retrospektívában venni egy jogot. Tehát azokon a falukban, ahol az alapszerződéskor, és itt rajta is van a szórólapon, ahol az nem kisebbség aránya meghaladta 20%-ot. Az azt jelenti, hogy egy olyan faluban, ahol 20% volt a magyar lakosság, és most egy magyar sem él már, ott még mindig hivatalos nyelv a magyar. És ez Kolozsvárra is így vonatkozik, de tudomásom szerint senki sem pereskedett, és senki sem kért egy bíróságot, vagy egy felső bíróságot egy jogorvoslatra. Ami egy másik dolog, ami szintén borzasztó, hogy még a kereskedelemben is előfordul az, hogy nem szolgálnak ki minket az anyanyelvünkön. Én például az OTP banknál van egy bankszámlám, mert ott magyarul kiszolgálnak, és én nem értem azt, hogy miért kell akkor egy másik bankhoz oda menni, ahol egy lejjel olcsóbb a számlavezetési díj, és akkor közben az anyanyelvi használati mondról így lemondunk. Tehát ez szerintem egy borzasztó nagy hiba. És hogyha az embereknek már ilyen a hozzáállása, akkor hogyan lehet a hivatalnokoktól, meg a más emberektől egy korrektebb hozzáállást elvárni? Azt is borzasztónak tartom, hogy Kolozsváron nincs egy magyar biztosítótársaság, vagy nincs egy magyar taxiszolgáltatás, és biztos vagyok abban, hogyha valaki egy ilyen szolgáltatást elkezdene, akkor ez neki kereskedelmileg is nagyon megérné. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy itt vannak a jogok, ezeket tanulmányozni kéne, foglalkozni kéne vele, és legalább egy levelet kéne írni, vagy legalább egy panaszt kéne benyújtani. Mert addig, amíg az emberek ezt nem teszik, addig arra tudnak hivatkozni, hogy senki sem panaszkodik, itt minden rendben van. És hát nagyjából ez van. Igen, hát ez két oldalú, ez a kereskedelmi megfontolás, illetve annak hiánya. Nemrég vásároltam argyasi paprikát, és magyarul írta rajta, tehát két nyelven volt feltüntetve. Argyasban rájöttek arra, hogy egy magyar ember lehet, hogy szívesebben megvásárolja ezt a paprikát. Egyébként teljesen ilyen szegedi dizájnja volt a dolognak, biztos nem véletlenül. De írta magyarul rajta, és Argyasban erre rájöttek. És biztos, hogy lehetne ezt hangsúlyozni, mert én például mindig a Mónnal tankolok, hogy magyar emberekhez menjen a pénzem, de az eseteknek legalább 40%-ában nem találok magyar embert, aki kiszolgáljon. Pedig hát azért az OTP-re jutott eszembe, és az OTP-nél is jártam így sajnos, és hát ez nem hogy nem kellemes dolog, de hát egyszerűen nem értem, tehát a romanak úgyis tudják, hogy ez magyar, akit zavar, azért úgysem megy oda, de akár ezzel is lehetne reklámozni, itt magyarul kiszolgálják önt, vagy egyáltalán hangsúlyt lehetne erre fektetni, valamiért nem teszik, nem jöttek rá, úgy látszik, hogy 2 millió embernek a pénze, vagy nem tudom, az úgy látszik, hogy úgy gondolják, hogy ez még nem képvisel számottevő értéket lejelnek. Mi a véleménye ezekről? Hát sok mindent lehet tenni, ez tény. Zsolt, mikor így vetette fel a kérdés, hogy mit lehet tenni, nekem akaratlanul is a
az egyszeri székelyföldi plébánosnak az esete jutott eszembe, aki levelet írt a püspöknek, hogy az nem lehet, hogy ezekben az inséges időkben, mikor itt a székelyföldön nem tudunk borra szert tenni, hogy pálinkával misézzek. A püspök visszaírt, hogy ezt nem lehet. Erre a plébános válaszolt, hogy hát lehet, mi lehet, mert én kipróbáltam esetleg, nem szabad. Tehát lehet tenni sok mindent. Én úgy értékelném, hogy a cselekvéseinket összhangba három szinten kellene, hogy megvalósítsuk. Az első szint az az egyén szintje lenne. A második szint a civil szervezetek szintje, és végül a harmadik szint ez az állam szintje. Természetesen innen kellene, hogy elinduljon minden, hisz olyan törvényekre lenne szükségünk, és olyan végrehajtási utasításokra, mert sokszor nem is a törvényekkel vannak bajok, hanem a végrehajtási utasításokkal, és senki nem alkalmazza az adott törvényeket, amelynek értelmében igen, felelősségre lehet vonni azt a személyt, vagy azt az intézményt, aki megtagadja, hogy anyanyelven szolgáljon ki egy másik embert, mert most hiába szavatolja a törvény azt, hogy lehet magyarul kérvényt leadni, hogyha valaki ezt megtagadja, az semmilyen büntetés nem ír elő a törvény, vagy hát az államelnök is, vagy a miniszterelnök is, vagy hányan román politikusok közül állandóan azt hangoztatják, hogy ezt nem lehet megtenni, mert az alkotmány tiltja. Az alkotmányról úgy beszélnek, mintha azt nem a román politikusok írták volna, hanem a mennyből kapták volna a faxon például. Tehát nem szentírás az alkotmány. Ma ezt írja, holnap meg lehet változtatni. Ha a magyar nem hivatalos nyelv Romániában, meg kell változtatni az alkotmányt. Vagy ha nincs Székelyföldnek kerületi autonómiája, az alkotmány meg kell változtatni, hogy lehetőséget biztosítson erre. Tehát az alkotmányt igenis lehet módosítani, nem kell amögé bújni, hogy igen, mert ez az alkotmányban így áll, és nem lehet tenni semmit ellene. A civil szervezetek szintje véleményem szerint ott jön be a képbe, és ott kap igen fontos szerepet, hogy nemzetközi fórumoknál tiltakozni lehet ilyen civil szervezetek segítségével. Ez szerintem igen fontos. A Bolyai Egyetem visszaindításának ügyében nagyon sok helyen megfordultunk, az Európa Tanácsnál, az Európai Parlamentben, az ENSZ-nél, sőt még Washingtonban is. Tehát fel lehet emelni a hangunkat külföldi fórumokon, olyan döntéshozatali fórumokon, amelyek, hogyha szankciókat nem is írhatnak elő, mert ezek sem szankcionálhatnak országokat azért, mert nem engedték, hogy önálló magyar egyetem legyen, vagy hogy magyarul beszéljen valaki, de eléggé kellemetlen helyzetbe hozzák az adott országokat. Tehát az országjelentésekben megjelenik, és el tudtuk érni azt 2005-ben, hogy az egyik országjelentésben, Romániáról szóló országjelentésben, bár egy mondat erejéig szerepelt az, hogy az önálló egyetemet nem sikerült visszaindítani, annak ellenére, hogy az itt élő magyarságnak ez az óhaja. Tehát ilyen és ehhez hasonló mondatok, hogyha szerepelnek országjelentésekben, ez eléggé kényelmetlen helyzetbe hozza az adott államot, jele annak, ennek az is, hogy például a tegnap előtti ENSZ meghallgatás kapcsán is a románok nagyon vehemensen tiltakoztak, sőt még hát annak idején a kolozsvári Bábes-Bolyai cirkusz például a Pro TV vagy a Realitate TV nem is említette, a tegnap előtti pedig azonnal lehozta mind a két nagy hírcsatorna is. Tehát külföldön érdemes cirkuszolni. Na most így, ahogy Gábor említette, az egyéni szinten pedig pont az kellene, hogy történjen, hogy minél több beadvánnyal forduljunk azokhoz a helyekhez,
ahol elutasították azt, hogy például magyar nyelvet is lehessen használni. Minket, mikor meghallgattak az Európai Parlamentbe, az első kérdésük az volt a politikusoknak, hogy hány beadványt tettünk le az asztalra. Hány törvénytervezetet írtunk meg a román parlamentnek, hogy kérjük az önálló magyar egyetemet, hányat utasítottak el, tehát milyen írásbeli bizonyítékunk van erre. Tehát nem csak az, hogy kell nekünk önálló magyar egyetem, és ezt így elmondjuk hetente vagy két hetente, és ettől arrafele semmit nem teszünk érte. Tehát erre éreztük ki a következő szórólapunkat is, ezt a tanácsot megfogadva, és összegyűjtöttük mindazokat a beadványokat, amelyek például a Bolyai Egyetem visszaállítása érdekében születtek, a törvénytervezeteket, az egyetem szenátusához letett beadványokat, amiben kértük az önálló karokat, a magyar nyelv használatát, stb. És rámutattunk arra, hogy igen, ezeket mind a román állam vagy az egyetem elutasította. Tehát ez a nagyon fontos szó, hogy igenis, mi éltünk a jogainkkal, vagy megpróbáltunk élni a jogainkkal, beadványokat, törvénytervezeteket tettünk le, és ezeket az állam vagy a megfelelő intézmények elutasították. Tehát csak ebben a helyzetben lehet tovább lépni nemzetközi szervekhez. Tehát egyénileg is, azon túl, hogy megfogadjuk, hogy ezen a napon csak magyarul beszélünk, igenis, nagyon sokat lehet tenni, hogyha valaki, vagy valamelyik polgármesteri hivatal, vagy rendőrség, vagy stb. Bíróság megtagadja ezt a jogunkat, akkor azonnal a jogi lehetőségekkel kell írni, memorandumba kell, vagy akár perbe is kell hívni az adott intézményt, és ki kell meríteni minden lehetséges hazai jogorvoslatot ebbe a kérdésbe. Kereskedelem szintjén én is meglepődve tapasztaltam azt, hogy a nagy magán cégek, hát nem az állami cégek, mert azért nagyon nagy a szakadék Romániában az állami és a magán szféra között, egyre inkább nyitnak a magyar nyelv használata irányába. Például nemrég hívott fel a mobil szolgáltatón, hogy új bérlet ajánlataik lennének, és magyarul beszéltek, mert direkt magyarul mutatkoztak be, magyar ügyfél vagyok, és magyarul mondták el ezeket az ajánlatokat, és így magyarul tárgyaltunk a telefonon. Tehát egyre inkább kezdnek nyitni, ami jó jelt jelent, viszont mint említettem, az állami szféra és a magánszféra között nagyon nagy a különbség. Ha ugyanez megtörténne az állami szférában is, akkor már abszolút jó úton járnak. Köszönjük, én is ezt tapasztaltam néhány nappal ezelőtt, ért egy rendkívül kellemes meglepetés egy mobil telefonszolgáltató cégnél voltam, és hát román volt az ember, akivel beszélgettem, viszont amikor mondtam, hogy jó lenne, hogy hadd egy ajánlatot a lehetőségre, akkor magyar nyelvi szórólapot tett elém, és ha többe is kerül egy-két euróval az a bérlet, hogy nem tudom, én biztos oda fogok menni, mert nekem jól esik az, hogy az anyanyelvemen az, és lehetne erre szerintem építeni, hogyha már kereskedelmi megfontolásról van szó, mert biztos, hogy nem csak én vagyok így, és megvettem az ágyasi paprikát is, és biztos nem csak én vagyok így, hanem többen vagyunk így, hogy jól esik az embernek az, hogy otthon érezze magát, az valahogy hozzátartozik az, hogy magyarul tudjon beszélgetni, gondolkodni, élni. Nemes előtt szerettem volna mikrofonhoz hívni, de éppen telefonál. Szerintem adjuk át a szót esetleg a közönségnek, hogyha úgymond közönségnek, hogyha van egy kérdés. Hogyha van, akkor azt tudják föltenni. Van. Tessék, parancsolj. Nekem lenne egy olyan kérdés, hogy Varezival vagyok, én felvidékről jöttem, és én idén nyáron részt vettem egy civil összefoglalásban, amelynek az volt a címe, hogy kétnyelvűség felmérőkön. Ezt a ottani, vagy hát a felvidék magyar egyetemista mostanában a dialkalmazott készített ezt a felmérést, és azt csinálhatjuk, hogy nagyon pontosan feltérképeztük azt, hogy melyik települések magyar laktak,
Szlovákiában, hogy beállt az összes ilyen kártya és csaj a kocsika, benzinköltségért, és mindenhol végigfényképeztük az ottani helységnév táblákat, és készítettünk egy lakossági, illetve egy önkormányzati kérdőjét a lakosság kérdőjébe, egy pár helyi lakostól kérdeztük meg, hogy mi a véleményük a nyelvhasználatról, hogy mi a jó felműszerűen számokra a falu, vagy városok lélnek, illetve bementünk minden önkormányzati hivatalba, és lehetőség szerint tartva a polgárkosztatók kérdeztük, hogy a faluban milyen jogok vannak. Tehát ez azt kellett, hogy előre tanulmányozzuk azt, hogy milyen kisebbség jó, hogy milyen nyelvhasználati jogokat biztosít a szlovák nyelvtörvény, illetve a szlovák kisebbségi törvény, ugye kisebbségtől foglalkozó törvények, és ezáltal próbáltunk egy képet alkotni, és ezáltal nyomot hagyni mindenkibe, tehát minden magyar falu lakosságában is, vagy város lakosságában is, hogy ott voltunk, és ezzel foglalkozunk, illetve elsősorban önkormányzatokban, hogy lássák, hogy ezzel foglalkozzon, és hogy bizakon arra érnek is ezzel foglalkozni. Tehát én nem tudom, nem ismerem a helyzetet Erdélyben, mert én nem tudom, hogy ezzel foglalkozni, de szerintem egy cél lesz a foglalkozás, hogy ezzel foglalkozni, és megpróbálni nyomat lenni az emberekben, és tényleg egy ilyen összefoglalást medializálni, és esetleg valahol az Európai Bizottság, az Európai Parlament felé tárni, ezért lehet, hogy egy járható útra, és esetleg a asszimilációt lassíthatnak. Az emberi tudatállam is. Köszönjük szépen, én kihasználom a lehetőséget, hogy itt vagy, és neked tennék fel egy kérdést, hogy a nyelvtörvényt így hogyan élitek meg ilyen egyszerű emberek szintjén, hogy néz ez ki? Az a baj, hogy a nyelvtörvény nekem nagyon komoly. Mikrofonba kellene akkor, hogy hallják, mert... Eléggé sok jogsértés történik mindenfelé, de ezt a nyelvtörvényügyet valahogy a sajtó, hála Istennek, olyan jól fölkapta, hogy jóformán mindenki tud róla. És ez végül is... Szóval akkor most még egyszer mutatkozok, én Vavreszi Gábor vagyok, felvidéki Párgányból jöttem, egyetemista vagyok, és akkor ugye a nyelvtörvényről szólt a kérdés, ezt ugye 2009-ben vezették be nálunk, nagyjából a törvény előírások nem változtak, ahogy én látom a helyzetet, vagy nem nagyon korlátoztak be minket a nyelvhasználatunk terén, viszont nagyon, nagyon pontos előírásokat szabtak meg arra, hogyha valaki közterületen valamilyen feliratot kitesz, annak mindenképp az államnyelven is kell szerepelni. Ez igazából mondom, ez nagyon nagy jogi kötöttségekkel nem jár, csak kell odafigyelni. A falvakban beszélőnem nem tudom, információk, és végül is ez a legfontosabb, de igazából ennek pszichés hatása van leginkább, tehát az, hogy komoly büntetési tételeket szabtak ki arra, hogy ha valaki ezt a törvényt megsérti, tehát teljesen nonsens, hogy valaki 5000 eurót kell, hogy fizessen ahhoz, hogyha megsérti a nyelvtörvényt, és ezt és erre a úgynevezett nyelvrendőrség erre ezt bizonyítottnak találja. Illetve, hát igen, végül is volt már ilyen, hogy a nyelvrendőrség kopogtatott valami, nem tudom milyen kis településnek a énekkarja, szórólapokat, egy föllépésükre magyarul osztogatott, és ott jött a nyelvrendőrség, hogy hello, hát ez nem tökéletesen megfelelő, hogy minden magyar, hogy a szórólapokon, amik ilyen négy oldalas, ilyen leporadószerűen széthajtató szórólapok voltak, hogy csak az egy oldal ebből szlovák, és a másik három az magyar. Tehát, hogy ez így nem korrekt, és hogy ezt először hibajavításra, vagy ilyen vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, de felszólították őket, hogy ezt módosítsák, hogy a nyelvtörvénynek megfelelő legyen, és a következő felszólításnál pedig fizetni kellett volna. Igazából ez az ügy végül is valahogy a médiában aztán nem folytatódott, tehát én nem tudom, hogy ennek lett-e valami negatív végeredménye, hogyha lett volna, akkor arról valószínűleg tudnék, szóval. Úgyhogy ilyesmire volt példa, de ilyen komolyabb büntetésről nem tudni. Hát igazából most Szlovákiában is történt egy kormányváltás, ugye volt egy ilyen szélső jobb és bal liberális kombinációjú kormányunk, ami hát nem éppen arról volt elhíresülve, hogy
minket úgy nagyon szeretne, ugye nyelvtörvényt vezetett be, meg hazabiassági törvényt, meg minden ilyesmi, ami minket felvidéki magyarokat inkább asszimiláció felé sodort. Most előleg van egy jobboldali összefogásból levő kormány, remélem, hogy ez majd valamit segít rajtunk. Nem tudom, nem akarom tovább húzni az időt. Nem menj messze, kérlek, mert tényleg kihasználom a lehetőséget, és még egy kérdést tennék fel, ez egy külön előadást, egy beszélgetést ért volna meg a felvidéki helyzet, de kihasználom a lehetőséget, itt bizonyára megértik a meghívottak, és az állampolgárság kapcsán szeretném megkérdezni, mint tudjuk, hoztak a tótok egy rendelkezést, ami próbálja úgymond semlegesíteni a magyar állampolgárság visszaadásának a megkönnyítését. És azt kérdezném, hogy az emberek szintjén ezt hogyan látják, hogyan élik meg, félnek-e igényelni, akarják-e, igény van-e, hogy néz ez ki? Hát a fiatalok körében nagy a szkepticizmus éppen a szlovák ellenállást látva. Tehát hozzá kell tenni, hogy ugye kormányváltás történt, és ugye egy ilyen langyosabb magyar párt ismét bekerült a kormányba, ez a Híd nevezetű párt, aminek úgy néz ki, hogy neki most 14 politikusok van a szlovák parlamentben, abból 7 szlovák, 7 magyar. Na és ez a párt delegálhatott egy úgynevezett kisebbségekkel foglalkozó miniszterelnök helyettest, ami egy szlovák ember lett, de a nagyon nagy meglepetésünkre ez egy elég reálisan gondolkozó szlovák ember lett, őt Rudolf Melnek hívják, és ő azt mondta, hogy ami egy mód van rá, akkor ezt a ellentörvényt, amit az előző szlovák kormány ugye meghozott, sőt igazából az előző szlovák parlament kéz a kézbe, tehát csak a magyar politikusok vonultak ki akkor a parlamentből, amikor ezt a szlovák ellentörvényt meghoztak, tehát ő ez a Rudolf Mellő azt mondta, hogy ezt a törvényt ezt eltörlik, és lehetőséget fognak biztosítani arra nekünk felvidéki magyaroknak, hogy felvehessük a magyar állampolgárságot, azzal a kikötéssel, hogy mi Szlovákiában ezzel a magyar állampolgárságunkkal nem élhetünk, tehát ők ezt nem fogják elismerni, de felvehetjük. Tehát nem lesz az, tehát ez a szlovák ellentörvény, amit az előző kormány még azt hiszem május végén vagy júliusban meghozott, az arról szólt, hogy akkor, hogyha kiderül a szlovák állam számára, hogy én szlovák állampolgárként felvetem egy más állam állampolgárságot, legyen az magyar vagy bangladesi vagy akármilyen, akkor én szlovákot elvesztettem volna. És a új szlovák kormány ezt azt mondta, hogy ezt nem, és akkor most ez úgy fog remélhetőleg, majd már ez is egy komoly erőlépés, hogy ez úgy fog lezajlani, hogy felvehetjük a magyar állampolgárságot, de ezt nem fogják Szlovákiában elismerni, és a szlovák állampolgárságunkat úgy, hogy megtarthatjuk. Én például, hogyha nem vehettem fel volna olyan következmény nélkül a magyar állampolgárságot, hogy elveszítsem a szlovákot, akkor inkább nem tettem volna, mert én nekem Szlovákia a szülő, vagy a felvidék a szülőföldem is, és azt én nem akarom elhagyni. Köszönjük szépen, több kérdést nem teszek fel. És külön köszönjük ezt a jó, ízes felvidéki kiejtést, olyan jól esett. Azt hittem, hogy mi a betűink kemények, de hát látom, hogy mi sehol nem vagyunk mellettetek. Landman úr jelezte, hogy reagálnak. Igen, nagyon röviden szeretnék reagálni. Elsősorban én felvidéken voltam, ismerem a felvidéki nyelvtörvényt, és ismerem a felvidéki nyelvi jogokról szóló 184-es törvényt, és a szlovák alkotmányt itt vannak kinyomtatva, és mindenki elolvashatja. A felvidéki magyarok közül szerintem senki nem olvasta el a nyelvtörvényt, és nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy az európai alapjogokról szóló dokumentumban benne van az, hogy a kisebbségi nyelv használatát nem lehet büntetni vagy betiltani. Tehát a nyelvtörvény egy olyan törvény, ami kivitelezhetetlen, nincs ereje, nulla. Az emberek viszont félnek, félelemben élnek, és nem tudják, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Egy ilyen szórólapot elolvassák azt, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, és egy kicsit úgy viselkednének, mint Nyugat-Európában élő emberek, nem mint valamilyen balkáni országnak a megfélemlített állampolgárai, akkor nem itt tartanánk. Ezen kívül Szlovákiában voltam, és ott kitettem egy posztert angol nyelven, hogy Hungarians are born as free people, not as slaves.
tehát hogy a magyarok szabad emberként nőttek fel, és nem rabszolgánként, ez egy szójáték, meg slaves, slavic, az angolul ugyanaz, ugyanolyan, és ezt a Holland TV felvette, és a Holland TV ezt egy műsorban meg is mutatta, ezt több százezer ember látta, és én kíváncsi vagyok arra, hogy ez a szlovák nyelvrendőrség engem mikor akar beperelni, és mikor akarja beperelni azt a több száz multinacionális céget, akiknek a dokumentációjuk angolul van, akik angolul feljutalaznak mindent, és akik a szlovák nyelvtörvénynek minden cikkeit megsértik. És egy borzasztó nagy hiba az, hogy Felvidéken még a mai napig olyan magyar emberek élnek, akik félnek. És hogy nem lépnek fel ez ellen. Ez egy szégyen Európának, és ez egy borzasztó nagy probléma. A weblapunkon egyébként minden rajta van, tehát minden cikk, minden dokumentáció, persze nyugodtan